Szeretettel üdvözlök mindenkit, én Málnai Barnabás vagyok, a Smartware Tech nevű korai fázisú startup befektető társaság partnere és az EIT Digital üzletfejlesztője, és szeretném a színpadra szólítani a beszélgető partnereimet. Dr. Drótos Györgyöt szeretném kérni, hogy újra csatlakozzon hozzánk, remélem nem mentél messzire, köszönöm. Szeretném kérni Lerner Lórántot, bocsánat, az Eli Alps kutatóközpont ügyvezető igazgatóját, hogy csatlakozzon hozzánk. Köszönöm. Szeretném továbbá kérni Vityi Pétert, a Kürt Akadémia ügyvezetőjét és az IVS alelnökét. És szeretném beharangozni, ha jól gondolom, Pomázi Gyulát, aki az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára, aki állítólag perceken belül megérkezik hozzánk. Meg is érkezett, köszönöm szépen. Akkor szeretném őt is felkonferálni. Azzal szeretném kezdeni, ez a beszélgetés, ahogy el is hangzott, egy természetes folytatása, illetve kiterjesztése a dr. Drótos György előadásának. Mielőtt belevágunk a kérdésekbe, azt szeretném, hogy minden egyes résztvevő egy picit még meséljen magáról, a saját maga által képviselt szervezetről vagy cégről, és hogy ez a szervezet vagy cég hogy illeszkedik abba az innovációs ökoszisztémába, ami őt körülveszi. Dr. Drótos Györgynek volt alkalmával bemutatkozni, de hát ha vannak olyanok, akik azóta jöttek, hogyha egy vagy két mondatban emlékeztetek. Köszönöm szépen. Igazából egy nagy utazás előtt állunk, azt gondolom, mint Corvinus Egyetem, tehát akkor még hagyj reflektáljak arra, ami most itt a sajtóban megjelent. Mégis hihetetlen izgatottak vagyunk, mert mi se tudtuk, hogy elindul-e és mikor. Úgyhogy inkább majd az lesz az érdekes, ami kialakul. De egyébként az innováció, illetve a felsőoktatás kapcsolatával foglalkozom kutatóként, illetve ezt szorgalmazom általában más felsőoktatási intézményeknél. Kétféle affiliációd is van, ugye a Corvinusos, és van az IFU, ahol. Igen, hát ez elég jellemző egyébként a Corvinusos emberekre, és lehet, hogy egy diszfunkció, hiszen még egyszer ezt lehetne egy kalap alatt is végezni. Történelmileg így alakult, de azért a hangsúlyokat mindig megtartottuk. Tehát volt, amikor én többet voltam tanácsadó, most viszont nagyon nagy százalékban egyetemi ember vagyok, és intézetigazgató, úgyhogy most inkább ezt a szerepemet hangsúlyoznám. Köszönöm szépen. Lerner Lórant, az Eli Alps ügyvezetője. Mindannyian ismerjük szerintem a történetet, de mégis, hogyha egy mondatban azért összefoglalnád. 2008-ban indult nagy pán-európai kutatásfejlesztési alapkutatásra is foglalkozó intézet. Szegeden jött létre, illetve van másik két pillérünk Romániában, Bukarest mellett, illetve Prága mellett. Ha elkészül a közeljövőbe, akkor gyakorlatilag egy nagy ernyőszervezet alatt, egy európai ernyőszervezet alatt fogunk működni. Szegeden attoszekundumos lézeres kutatásokkal foglalkozunk, tehát ez főleg fény és az anyag vizsgálatával, tudományával foglalkozik, és a élettudomány, anyagtudománynak a képviselőjével fogunk dolgozni. Nem egy kifejezetten magyar kutatóintézet vagyunk abból a szempontból sem, mert egy úgynevezett user facility vagyunk, tehát mi befogadunk különböző Európából vagy világ más tájáról érkező kutatócsoportokat, akik jelenleg nem fizikusok, nem lézeres fizikusok, és hát megpróbáljuk az ő kutatási programjaikat ugye lefordítani a fénynyelvére, elvégezni a kutatásokat, kutatási eredményeket pedig együtt értelmezni, publikálni és utána meg megvalósítani. Köszönöm. Szóval ez egy kutatóintézet. Milyen kapcsolódást érzel az innováció világához? Hát főleg a hazai innovációban szerintem ennek nagyon nagy lehetőségek vannak. Nem véletlen, hogy a Drótos úr által az Eli Science Park is konkrétan körülöttünk, tehát mi vagyunk az origója az Eli Science Parknak, és nagyon várjuk akár Magyarországról, akár külföldről a különböző kisközépvállalkozókat, illetve nagyvállalatokat, ahol akik vagy a mi kutatási területeinkkel foglalkoznának, vagy csak gyakorlatilag közös adat használatot, vagy mindenféle kapcsolódást, más kapcsolódást szeretnének elérni velünk.
Remélem lesz alkalmunk még, hogy visszatérünk erre részletesebben. Vityi Péter szintén két szervezetet is képvisel, ugye az IVS-t is és a Kürt Akadémiát is. Melyikről mit kell tudnunk egy mondatba, és mi a közük az innovációhoz? Az IVS-ről szerintem Gábor már elmondta, amit kellett. Én nemrég kezdtem dolgozni a Kürt Akadémiában, ami igazából egy képzőszervezetek indult. A jelmondat az, hogy a jövő szakmáit oktatjuk, a jövő szervezeteit építjük. Ugye az első rész az a nyílt képzés, a másik rész az a fajta vállalati tanácsadás, aminek fókusz a digitális transformáció, és hogy a vállalatok hogy tudnak ezen átkerülni. És itt visszautalva az előbbi slide-ra, ahol az volt, hogy az innováció az csak egy pirula, vagy kézzelfoghatónak kell lenni. Én az egész életemben az informatikában dolgoztam, és az informatikai projektek nagy részét azért a vezetés ellenállása szokta lelassítani, úgyhogy én ebben a szervezetben is ezt a területet néztem ki magamnak. Nevezetesen azt a gondolatot, hogy nem elég, hogy a technológia megvan, ahhoz megfelelő üzleti stratégia, megfelelő módszertan és megfelelő vállalati kultúra kell. Egyébként ezt úgy szokták hívni, ugye, hogy van persze hatékonyság innováció, termékinnováció és persze disruptív innováció is. Úgyhogy a pirula az inkább csak az első kategória, és van ott másik kettő, amit a vállalatok nagy tempóban használnak. És persze nagy kérdés az is, hogy vajon csak hatékonyság innovációval dolgoznak, ami azt jelenti, hogy egyre hatékonyabbak, de egyre távolabb kerülnek a piaci mozgásoktól, vagy mennyire képesek a disruptív innovációs területen is gondolkozni. Ez egy nagy kihívás, és még igazából ezzel foglalkozunk. Remélem, hogy erre is vissza fogunk térni. Pomázi Gyulához fordulok. Köszönjük szépen, hogy eljött. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumon belül helyettes államtitkár, hogy egy picit segíteni, ezt is valószínűleg mindenki tudja, de hogyha segítene nekünk elhelyezni, hogy ez a helyettes államtitkárság mivel foglalkozik, és hogy miben, hogyha ilyen soundbite-szerűen el lehet mondani, miben más az új minisztérium megközelítése az innováció tekintetében, mint a korábbi inkarnációinak volt a megközelítése. Köszönöm. Igen, ez jó ez a... Miben különbözik? Elméletileg ugye mindenben. A nevében is az van benne, hogy Innovációs és Technológiai Minisztérium, és ezt a miniszterünk minden alkalommal elmondja, hogy alapvetően az egyik nagy kihívás az maga a technológia, és az erre adott válaszunk az innováció, és ezért lett Innovációs és Technológiai Minisztérium maga a minisztérium neve. Ezen belül a gazdaság stratégiai területen dolgozom, magam pedig az iparágakért, illetve iparági stratégiákért és annak szabályozásaért felelek. És alapvetően kimondottan, ahogy kerülök itt a pulpitusra, hogy minden olyan jellegű dolgot, ami az iparból keletkező innováció és az ott hasznosítható innováció, ezeket kell valamilyen formában, ebben az irányultságban valamilyen módon megtenni. Az ágazatokból kinyerhető igények és az erre történő válaszoknak a támogatását, szapportját csináljuk. Hát kimondottam, hogy ha már itt járunk a digitalizáció kapcsán, akkor az ipari digitalizációt, az ipar 4.0-át, az ágazatoknak a különböző értékláncba szervezhetőségét és az ennek valamiféle fajta digitális áthatásait, és az ehhez szükséges innovatív és adaptív rendszereknek az összhangját, mert ugye nem kell mindent föltalálni, meg mindent kitalálni újra, az is önmagába véve elég izgalmas, innovatív megoldás, hogy valamit, amit már mások ki tudtak találni, megfelelő módon tudom összeválogatni, illetve alkalmazni saját magamnál. Ennyi. Köszönöm szépen. Kérni fogom majd a beszélgető partnert, hogy reflektáljanak dr. Drótos György gondolataira, de előtte, hogy egy picit így rendbe tudjuk azt tenni, hogy mi is az az innováció, tudom, hogy ez egy rettentően hálátlan feladat, de annyi mindent lehet rajta érteni. Azt szeretném, hogy egy picit valaki segítene nekünk elmagyarázni, és akkor utána azt is meg fogom kérdezni, hogy vajon minden esetben szükség van-e az innovációra, vagy vannak esetleg más ismérvei a sikernek ezen a területen. Ezt már végülis Péter elkezdte definiálni az innovációt, de hogyha esetleg még egy picit mélyebb. Igen, köszönöm szépen, nem érzem magam ilyen definíciós szakembernek, de hát ugye én is a Oszló kézikönyvet tartom irányadónak, amiről viszont úgy tudom, hogy átdolgozás alatt áll. Ugye ott négyféle innováció van, a technológiai, termék, marketing és szervezeti vagy szervezési. A kettő is problémás, annak a viszonya és terjedelme, de legalább van. Úgyhogy tulajdonképpen az innováció hivatalos fogalmában benne vannak a nem
megfogható jellegű megoldások is. Én sokkal inkább a másik oldalról közelíteném, tehát ami hasznot hoz, ami értéket teremt, amit ugye el lehet adni, és üzleti sikerre vezet. Én ezt tekinteném, tehát nyilván így a végpontot kitolom, és nem lehet megállni egy konstrukciónál, bármennyire a termékinnovációt reprezentálja. Tehát bármi, ami újdonság, és amit még hozzá kell tenni, hogy nem feltétlenül kell, ezt a Gyula is mondta, világviszonylatban újdonságnak lenni ennek, tehát ez lehet egy helyi újdonság. Nagyon sok olyan marketing szervezési megoldás van, ami helyi, vagy amikor egy üzleti intelligencia rendszert implementálunk, egy adatbányászati alkalmazást telepítünk, az ott abszolút egyedi, nem is nagyon lehet példát találni másút, egyedi problémát old meg, miközben maga az eszköz az talán elérhető nagyon sok helyen, de az csak az eszköz, maga a konkrét megoldás az már egyedi. Tehát én azt mondanám, hogy egyedi legyen helyben, új legyen, és hozzon üzleti eredményt, ez a legfontosabb, és hogy mit is takar konkrétan, az abszolút másodlagos. Tehát elég, hogyha helyben egyedi. Van-e olyan, mondjuk egy példátok, egy olyan üzleti sikerre, ami egyértelműen nem innováció? Mert ugye minden üzleti sikerre mondhatjuk azt, hogy abban a kis faluban, városban mégiscsak valami egyedit nyújtott. Hát azt gondolom, hogyha valakinek van egy nagyon sikeres terméke, amit piacra dob egy másik országba, és ott kiderül, hogy még nagyobb a kereslet, attól még ez nem lesz innovatív. Tehát az ilyen jellegű üzleti sikerek mögött, vagy bármi, ami akár a szerencsén, akár más esetleg kapcsolati tőkén alapul önmagába, én ezt nyilván nem tekinteni innovációnak, tehát azért egyenlőségélet a kettő között nem lehet tenni. Hangsúlyoznám még, ugye nagy divatja van az üzleti modell innovációnak, amikor minden változatlan, csak éppenséggel mondjuk az értékesítési csatorna változik. Tehát ilyen is van, és azt gondolom, hogy ez is egy komoly innováció, hogyha valamelyik cég ezzel tud sikert elérni. Igen, parancsoljon. Én tudom, hogy ez nagyon fura hangzik, de szinte teljesen mindegy, hogy mi a definíció, mert igazából, ha valami üzleti értéket hoz, és egy változat sikeresebbé tesz, akkor mondjuk a gazdaságban egy CEO-t megkérdezek, hogy ha ezt innovációnak, nem tudom innovációnak hívni, de hoz ennyi hasznot, akkor vajon csinálja, vagy nem. Tehát szerintem persze bizonyos területeken fontos, hogy a definíció meglegyen, de ha a vállalati oldalról jövünk, akkor bármilyen új módszernek a beemelése, és ha megkérdezik mondjuk egy vállalatvezetőt, hogy micsoda fájdalom neki ezt beemelni, akkor az szinte másodlagos lesz, hogy innovációnak hívjuk, vagy nem hívjuk innovációnak, vagy milyen innovációnak hívjuk. Nyilván, amikor az állam finanszíroz különböző dolgokat, akkor fontos, hogy azért legyenek kategóriák, de az üzlet oldalról nézzük, akkor ez szinte teljesen mindegy. Lehet, hogy azért, mert egy non-profit közhasznú Kft-nek vagyok az ügyvezetője, de szerintem nem csak az üzleti értéket lehet akár innovációnak, hanem a társadalmi hasznosságát. Tehát amit te az előbb bemutattál az előző előadásodban, ott sem tudjuk forint fillére megmondani, hogy azok az új fejlesztések, amit az oktatáspolitikában szeretnének, az mikor mennyit hasznot fog közvetlenül hozni, viszont közvetetten egész biztos, hogy sokkal jobb és nyitottabb diákok jönnek ki. Azért akartam erről egy picit beszélni, mert pont ettől fél az ember egy picit, hogy gyakorlatilag mindent bele lehet pakolni az innováció fogalmába. Tehát az egyik definíció szerint gyakorlatilag az üzleti siker ugyanaz, mint az innováció. Kit érdekel, hogy ez most innovatív-e nem, hogyha üzleti sikert hoz. Másik szempontból meg valahol kicsit több is, meg más is, mint az üzleti siker. Tehát, hogyha van egy ilyen kerekasztal beszélgetés, akkor nekem legalábbis hiányzik, hogy körülbelül ugyanazt gondoljuk-e, vagy nem, és azt találom, hogy általában nagyon nehéz ugyanazt gondolni pontosan ez alatt. De menjünk tovább, hogy nehogy ezzel menjen el a teljes időkívül, hogyha még valaki ehhez valamit nagyon gyorsan hozzá szeretne. Egy rövid példát, mert hogy nagyon általános szinten kezdtünk el beszélni. Pár éve együtt dolgoztunk Balogh Péterrel, és akkor még az NNG-nél volt, és az üzleti stratégiájukat formalizáltuk, és teljesítettük ki. És szóba került nyilván hivatalosan is meg ott a szünetekben, hogy mennyire innovatív az NNG, és ugye az iGo szoftver, és hát ott lelkesedtem, hogy ez egy csodálatos nagy magyar újdonság, és Péter lehűtött, hogy szerint ez nem is annyira innovatív. Azt mondta, hogy meglévő elemeket raktak össze, rugalmasak voltak, jól alkalmazkodtak, és aztán sokszor kiemelte, hogy a fő versenyelőnyük az, hogy ők nem gyártanak dobozt.
Ők szoftvert gyártanak, és ezáltal, mivel a szoftver a doboznál fontosabbá vált, amiben beteszik a szoftvert, ezért kezdenek tier 1 szerepbe kerülni az autógyáraknál. Velük beszélik meg a legújabb modellnek a specifikációját, és nem azzal, aki magát ezt a technikai, igen, aki akasznit, vagy mit a magát ezt a lejátszót szolgáltatja. És azt mondja, hogy de azt gondolom, hogy ez pont egy üzleti modell innováció, hogy ezre vagy tudatosan, vagy intuitív módon rájöttek, és ez okozza a sikerüket. Tehát innovatívak, de másképpen. Túl van misztifikálva a termékinnováció Magyarországon. Nyilván mindenki próbál ebbe a kategóriába mindent begyömöszölni, de valójában nem ez történik. Az általad felvázolt modellben a felsőoktatási intézményeknek ugye kulcs szerepe van, és említetted azt is, hogy a legfrissebb kormányzati törekvésekkel ez így egybecseng. Ezzel kapcsolatban szeretném a többi panelistának a véleményét kikérni, hogy ti is vajon így látjátok-e, hogy a felsőoktatási intézményeknek a jövőben Magyarországon nagyobb szerepe lesz az innováció tekintetében. Illetve tőled még bevezető kérdésként megkérdezném, hogy ez egy véletlen egybeesése, hogy ti ugyanide jutottatok és a kormányzat is, vagy itt volt valami egyeztetés, aminek ez az eredmény? Hát maga ez a modellépítés, ez... Nyilván már annak tudatában történt, hogy volt egy ilyen szándék a korábbi államtitkár úr, most miniszter úr részére, hogy ő ebbe az irányba vinné az egyetemeknek egy részét, tehát ez valóban nem volt véletlen. Köszönöm. Többiek mit gondolnak erről, igen? Iparági oldalról, hogy közelítsük már meg. Egyrészt visszatérve még egy fél mondattal, azt szoktuk volt mondani, hogy azt tekintjük innovációnak, amely a meglévő paradigma rendszeren túl tud mutatni. És az iparágokban ez nagyon jól megfigyelhető. Nagyon gyakorlati történetek is innovációnak tekintenek ennek okán. De vissza erre, hogy milyen szerepe van az egyetemeknek, és igazából itt ugye az egyik meghatározó tényező az pont az, hogy hogyan lehet a különböző gazdasági szereplőknél elinduló elképzelésekhez hozzáigazítani azt a fajta skillsetet, amit mondjuk adott helyzetben képviselni tud egy egyetem, egy egyetemi kutatóközeg, és vagy a ott meglévő hallgatói közeg, és az ebben meglévő tudás, és ezt a tudást hogyan lehet iparosítani. Most nagyon bután fogalmazva, hogyan lehet ebből ténylegesen új üzleti értéket teremteni, és ennek részeként kell, hogy az egyetemek is felnőjenek, teljesen új kihívások, hisz amellett, hogy oktat, kutat, meg kell jelennie ennek az ipari együttműködésnek. Másik oldalon pedig nyilván a vállalati oldalnak is ugyanez a nagyon komoly kihívása, föl kell tudjon nőni. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a nyelvet kellene tudniuk beszélni előbb-utóbb. El kell tudni arra a szintre jutni, hogy képesek legyenek bizonyos jellegű probléma felvetéseket úgy megfogalmazni, hogy annak a végén tényleg üzleti megfontolások álljanak, és ne feltétlen öncélú kutatásfejlesztési innovációs programok és projektek, mert ezekre iszonyú hatékonyan tudunk elkölteni nagyon sok pénzt. De mindig az a lényeg, hogy ennek a hatásossága hol van. Ha be tudjuk mutatni, hogy ennek az együttműködésnek a hatásai micsodák, és itt van jelentősége annak, amit itt az előbb említettetek, hogy a gazdasági hatás, társadalmi hatás. Ha ezeket föl tudjuk mérni, meg tudjuk mutatni, és ennek van relevanciája, akkor az adott ágazat együtt fog tudni, és van értelmes módon együttműködési lehetőség az egyetemekkel. Köszönöm. Péter? A jelenlegi rendszer az biztos, hogy nem támogatja az innovációt. Mi most ugye a Ipar 4-es projekt keretében a technológiai demonstrációs helyszín az a műegyetem, és ugye hát itt az Ipar 4-es projektben én benne vagyok. Hát ott olyan tényleg nevetséges gondokkal küzd a technológiai központ vezető, amit abszolút limitálja, hogy azt az eszközparkot, ami ott van, az hogy lehet kihasználni. Tehát biztos, hogy ebből ki kell jönni. Tehát ez abszolút jó, hogy ebbe lesz változás, azért az nem lesz egyszerű azt a kétfajta üzleti modellt az új setupba összeegyeztetni, ami egyrészt egy ilyen, hát úgy szoktak mondani, egy folyamatmodell, tehát ugye embereket gyártunk, a másik az innováció az meg ugye egy szolgáltatás modell, hogy valamit készítünk az ügyfél megrendelésére, tehát ez nem lesz egyszerű azt futtatni, de legalább akkor ez egy olyan típusú probléma lesz, amit az egyetemek már egy teljesen más környezetben tudnak megoldani. Szerintem a mai setup az alkalmatlan arra, hogy ezt a szerepet betöltse. Tehát amikor én hallottam a hírekben, hogy az új irány az, hogy az egyetemre lesz építve az innováció, akkor ott megijedtem. Amikor hallottam utána azt, hogy hát és ez egy teljesen más környezetben elképzelhető, akkor megnyugodtam, hogy
legalább ez a része, ez meg lesz oldva, mert a jelenlegi rendszer az erre szerintem alkalmatlan. Csak egy gondolatot hagyják már hozzá, bocsánatot kérek, hogy itt alapvetően egy kockázatközösségről van szó. Egy olyan kockázatközösségről, aminek az egyik szereplő gárdája maga az egyetem, másik szereplő gárda a gazdasági szereplőknek a köre, teljesen mindegy, hogy milyen struktúrákban, és a harmadik pedig maga az állam, és mindenkinek megvan a maga kockázatok szempontjából fontos szerepe. Van, aki ezt finanszírozza, van, aki ezt elviseli, kezeli, van, akinek az együttműködése, de ebből kell kijönnie annak, ami aztán gazdasági versenyelőnyöket hoz, és itt van jelentőség ennek. Tehát az előző adásban nekem két dolog nagyon hiányzott, vagy inkább lehet, hogy tovább lehetne gondolni. Az egyik az, hogy ha megnézzük mondjuk az STNH-nak, a szabadalmi hivatalnak, gyakorlatilag a szabadalmok száma, beadott szabadalmak száma az növekszik, és gyakorlatilag az egyetemek által, vagy az egyetemeken keresztül beadott szabadalmak száma viszont csökken. Ez valószínűleg, ezzel valamit kell csinálnotok, mert valószínűleg nem motiváltak semmilyen módon, se anyagilag, se emberileg a kollégák arra, hogy az egyetemen vagy egy kutatóintézeten belül készítsék el, vagy adják be az ötleteiket, hanem vagy zéro időpontban adják külföldre gyorsan, vagy az iparnak, és utána vagy jól hasznosul, vagy nem. Az egyik, a másik pedig szerintem ahhoz, hogy az ökoszisztém ez jól tudjon működni, az állam szerepének, államnak nagyon sok területének is együtt kell működni. Például valamilyen innovációt szeretnétek csinálni, és mondjuk egy közbeszerzéshez kapcsolódóan, tehát ez közbeszerzés mondjuk 10-14 hónapig tart, akkor ott már nagyon nem lehet már versenyelőnyről meg piaci előnyökről beszélni. Nektek vannak egyébként felsőoktatási kapcsolataitok? Tehát van olyan, hogy a ti kutatási eredményeiteket valamelyik magyar felsőoktatási intézmény kutatói hasznosítják után? Van. Esetleg példát is hallhatunk el. Lehet, hogy nem. Hát a műegyetemmel van közösen, pécsiekkel van, 40 intézettel, 40 egyetemmel vagyunk itt Európa szerte, elég erős együttműködés. Mi egy zöldmezős beruházásként indultunk, tehát nem volt meg egy olyan háttér, hogy mondjuk valamelyik kutatóintézetnek lettünk volna egy leányvállalat, vagy egy tagintézménye, ezért muszáj volt gyakorlatilag a nyakunkba venni Európát, és végigjárni tényleg a kutatóintézetet. És mi ennek a mechanizmusa? Tehát ti kutatási eredményeiteket ti publikáljátok, és akkor bármelyik egyetemi kutató oda jöhet, és azt mondta. Amíg a zöldmezős beruházásból tartottunk, hogy még gyakorlatilag az építkezés, vagy az implementáció folyán, addig gyakorlatilag mi mentünk a kutató, mondjuk nem tudom, Zürichbe, Barcelonába, vagy Hamburgba, Dézihez kutatni. Most, hogy felépültünk, most ugye jön vissza a különböző kutatócsoportok Németországból, nem tudom, Görögországból, Franciaországból, de a kutatási eredményeket mi közösen publikáljuk. Még szerettél volna. Igen, csak egy megjegyzést, hogy ugye itt tényleg azt hiszem, hogy még én is merésznek látom, és ezt jeleztem is, hogy ugye utolsóbból első, ugye mi leszünk már, mint az egyetemek, az ökoszisztéma, innovációs ökoszisztéma középpontja. Én azt gondolom, hogy azon túl, hogyha ezek a feltételek megvalósulnak, nagyon fontos, és erre már nem volt alkalom, hogy elmondjam az előadás végén. Jó példák mind azt mutatják, hogy vannak ágazati fókuszok. Tehát Pécset is, meg Szegeden is nagyon egyértelműen meghatározták Pécset, azt a két nagy ágazatot, ugye Debrecenben, ugye 4 vagy 5 ágazattal, most ugye járműipar bejött BMW beruházás révén, ugye élelmiszeripar, orvostudomány, energetika, ugye ezek eddig is jelen voltak. Tehát vannak iparági fókuszok, ugye a Szegeden a szuperlézer is kijelöl egy iparági kört, meglepően sok egyébként, amelyikkel lehet kapcsolódni. Ők még behoznának újat is, akár mondjuk üzleti szolgáltató szektort, hogy az települjön meg, és ott kapjon helyet, de mindenképpen előre tudatosan gondolkodnak. Corvinus esetében is erre lenne szükség, tehát hiába is leszünk esetleg pilot, és minden feltétel teljesül, hogyha nem jelölünk ki pár ágazatot, és akkor itt most hagyd mondjam, hogy a digitális téma az egyik ilyen középpont számomra. Tehát az IT-ipar egész biztosan benne van, az üzleti szolgáltató szektor, budapesti nyilván, az benne van, és a fintech révén a teljes pénzügyi szektor is benne van. Szerintem ezek természetes módon tudnának kapcsolódni a Corvinushoz, és igazából nincsenek annyira erős kapcsolataik,
különösen most a KKV-kra gondolok az IT-iparon belül, más egyetemekkel, hogy konkurensei lennénk, vagy legalábbis így komplementerek tudnak lenni. Tehát a fókusz nagyon fontos, anélkül biztos, hogy nem fog menni, és a perifériáknak a kiépítése, ugye az említett egyetemek ebben nagyon előre járnak, hogyha nincs egy startup inkubáció, valamiféle játszótér homokozó, akkor az nyilván nem megy, és hát nyilván nem csak az kell, sok minden egyéb periféria is kell. Úgyhogy ezek még kritikus feltételek, hogy ez működjön. Köszönöm. Közben azt a folyamati innovációt vettem észre, hogy mintha lecsiptek volna közben az időnkből legalább 5 percet, vagy lehet, hogy csak én nem figyeltem eléggé. Igen, az elején rögtön 35-tel indult. De aztán hirtelen kevesebb lett, ez csak hirtelen. Szóval nagyon kevés időnk maradt már, hogyha van esetleg a közönségből kérdés, arra mindenképp szeretnék lehetőséget adni. Amíg nem jön ez a kérdés, addig én kérdezek tovább. Az vajon, hogy a felsőoktatás kerül a magyar innovációs stratégia kormányzat és egyéb központjába, jelenti-e azt, hogy az egyéb innovációs szereplők kicsit háttérbe fognak szorulni, illetve hogyha nem, akkor hogy lehet ezt megakadályozni? Tehát jelenti-e ez azt, hogy a nagyvállalati innováció vagy a startup világ egy picit kevésbé lesz fontos, legalábbis relatíve? Próbálok akkor erre válaszolni. Elméletileg nem, de nyilván gyakorlat fogja ezt eldönteni. Alapvetően azt gondoljuk, hogy ez egy olyan jellegű hálózati együttműködésnek kell lennie a különböző elemeinek, ami mondjuk azt jelenti, hogy az egyetemek között van valami, vagy az egyetemek körül alakul ki az a fajta sűrűsödési pont, ami innentől kezdve egyfajta koordinátoraként fogja össze ezt a fajta különböző. A lényeg az, hogy hálózati együttműködésben kell a különböző szereplőket összerakni, ami az ipar oldaláról nagyon fontos üzenet. Az ipari parkok, tudományos parkok, az innovációs ökoszisztémát adó különböző accelerátorok és inkubátorok, és nem tudom, mit csinálják, ezeknek együtt kell tudniuk bizonyos értelemben a különböző cégek életpályáját valamilyen formában jól menedzselni. Ehhez kell olyan típusú együttműködés, amelyek mögött megjelenik egyrészt egy tőkevilág, azt most nem emeljük ide, egy tudományos világ, ami ugye ilyen értelemben behozza azt a fajta tudást, ami ennek a menedzseléséhez szükséges, és egy olyan jellegű partneri környezet, amiben eladhatóvá válik ez a fajta értéktöblet, amit ez a környezet létrehoz. Ebből adódóan ennek a hálózatnak a valódi értékét úgyis azt fogja megmérni, hogy milyen jellegű értékű lesz az a gazdasági életben, amit ez az együttműködés teljesíteni tud. Ezért nagyon fontos az, hogy ennek a teljesítményét, hatását mérjük. Itt megint egy izgalmas kérdés, hogy hogyan lehet mérni az innováció eredményét, attól függően persze, hogy milyen típusú innovációról beszélünk, és hogyan lehet megítélni annak az eredményességét, illetve az ehhez kapcsolódó különböző beavatkozásoknak a tartalmát és lényegét, mert a kormányzat számára is fontos, olyan beavatkozásokat tegyünk, aminek van hatása. Ne olyat csináljunk, ami nagyon könnyen és nagyon gyorsan lemenedzselhető, ellenben nulla hatású. Én remélem, hogy nem csak, tehát azt jelenti, hogy az egyetem van a középpontban, az nem jelenti azt, hogy csak ő van. Tehát azért lássuk be, hogy itt van egy ekoszisztéma, amihez nem volt hozzászokva. Tehát amíg az a kultúra ott megváltozik az egyetemen, amíg feltöltődik annyi olyan típusú emberrel, az azért nem 2 perc lesz, és addig nem kéne hagyni, hogy ez a digitalizációs hullám, ez csak, illetve bármilyen más innovációs hullám, ezen a szűk keresztmetszeten tudjon csak keresztül menni. Tehát azért azt a fajta nyitott innovációt, ami segíti a vállalatok és a beszállítók együttműködését, esetleg éppen szakmai szervezetek, azt azért nem kellene azt elsorvasztani, mert akkor egy nagyon, nagyon most kiépülő változó, és a kultúrában jó ég tudja, hogy milyen gyorsan átálló infrastruktúrális elemet, vagy elemet, értéklánc elemet, elem fogja befolyásolni a sebességet. Köszönöm, Lorán. Én Pomáz úrral értek egyet. Szerintem most kerül helyére a dolog, és ha megnézzük, akkor gyakorlatilag a kockázatvállalási hajlandóság is a helyére kerül. Tehát sem a kisvállalkozók, vagy a KKV-k, se a nagyvállalatok nem lesznek agyoncsapva azzal, hogy az innovációnak az összes terhét kell vinni, hanem gyakorlatilag bejön ebbe az állam, vagy bejönnek az egyetemek, vagy a felsőoktatási intézmények, amelyek gyakorlatilag a saját belső tudásukkal, ha fejleszteni lesz erő és pénz, a saját infrastruktúrájukkal tudják gyakorlatilag ezeket a kockázatokat csökkenteni. Talán annyit, hogy nem feltétlenül abból az egyetemképből kell kiindulni, amit a fejünkben van. Ugye
nyára bezár, hétvégén ott nincs senki, és egyébként is hát csak azok járnak oda, akiknek dolguk van ott. Én külföldön abszolút ellentétes példákat láttam, tehát amikor Barcelonában voltam az ISZ-n, tanultam hosszabb ideig, vagy a Warwick University-n Közép-Angliában, ugye mellette van az Aston University, mind a kettő utóbbi nagy science parkkal rendelkezik, ott folyamatosan ment az élet, és egy természetes találkozó hely volt. Az egyetem nem telepedett rá az ott folyó együttműködésekre volt, úgyhogy csak a helyszínnel, csak tényleg az infrastruktúrával faszilitálta azt, hogy ott az ipar különböző szereplői egymásra találtak. Tudom, Barcelonában a hétvégén mindig volt egy tematikus nap, hol a pénzügyes cégek jöttek, hol az autóipari cégek, hol a nem tudom, konfekcióiparnak a vállalkozói, és akkor ott beszélték meg a dolgokat. Tehát én azt gondolom, hogy amikor arról van szó, hogy innovációs ökoszisztéma középpontja, ez nem jelenti azt, hogy akkor kisajátít kapcsolatokat, és feltétlenül mindenbe belátja magát, hanem egy olyan központi hely, jellemzően nagy infrastruktúra és könnyen megközelíthető, különösen vidéki városokban, Ami az ilyen hát teljesen természetes kapcsolatoknak is helyszínt adhat, amikor az egyetem csak egy, ha úgy tetszik, mellékszereplő. Köszönöm. Gyakorlatilag kifutottunk az időből, megnézem, hogy van-e esetleg egy rövid kérdése valakinek. Hogyha nincsen, akkor csak egy-egy végszóra van idő. Ott látok hátul egy rövid kérdést szeretnénk csak, és rövid választ utána, igen. Majd elismételjük. Köszönöm. Igen, tehát az volt a kérdés, hogy lehet a kutatókat, oktatókat érdekeltté tenni, hogy ne csak kutassanak és oktassanak, hanem innováljanak is. Nagyon rövid válaszokra van csak. Az én nagyon rövid válaszom, hogy most is csinálják, csak nem az egyetemen belül. Ez volt az én válaszom is, igen. Tehát jó pár ilyen példát látunk. De akkor lehet, hogy át lehet fordítani arra a kérdést, hogy lehet motiválni őket, hogy az egyetemen belül innováljanak. Erről ugye volt szó az előadásodon is. Van-e esetleg egy ilyen gyors, összefogott, egymondatos válasz erre? Hát ugye, amit mérek, azt kapom. Tehát a metrika, hogy mérem a kutatót, az segít a változásban. Nem mindenkinek, de általában szokott segíteni. Szervezeti innováció, szervezeti célok, szervezeti mérés és az egyéni teljesítményehez történő igazítása. Igen. Csak nagyon rövid tud lenni, jó? Egy mondatos. Igen. Igazság szerint ez nem jó így, hogy kiviszik, és a fiatal generáció mindig az aspirációval jön, hogy ő mindent az egyetemen szeretne csinálni. De jelen pillanatban, ahogy említettük, a közeg erre nem alkalmas sok ok miatt. Másrészt most, hogyha teljesítményértékelést nézzük, mert szóba került, ugye a közgázon elég fejlett rendszer van, hogy 600 pontot kell szereznem, de az, hogyha én innoválok üzleti célra, az csak az egyéb sorolja föl kategóriába fér bele. Tehát pontot nem kapok érte, és ennél fogva hát nyilván nem eléggé motivált az ember. Tehát nem csak jövedelmileg nem motivált, úgyse, plusz még ugye ez az elismerés se jár érte. Tehát addig, amíg a tűrt kategóriában van, addig nyilván nem várható el. Az is biztos, hogy nem mindenki alkalmas rá. Tehát biztos, hogy ha lesz egy ilyen modell, ez már ugye szerepelt is, egyrészt az oktatóknak nem fog kvalifikálni se az oktatásra, se erre az innovációs együttműködésre. De ez mindenhol így van, gondolom, más országban is. Ritka kincs a közönség aktivitása, hogyha megengedi mindenki, akkor még egy rövid kérdésre adnék teret. Sem.
szeretném megnyugtatni, hogy ezek ugyanúgy fejlesztés. Tehát nem arról szól, hogy innentől kezdve csak az egyetemeket, tehát nem. A különböző technikák adekvát módon történő fejlesztése csak az egyik sűrűsödési pont mindenképpen az egyetemek környezete lesz. De ezeket nem engedjük el, hát ez dőresség lenne az elindított ilyen típusú folyamatoknak az elengedés. Tehát az volt a hozzászólás, hogy innovációs digitális hubok működnek Európa szerte. Három is van, és egyikben sem egyetem a vezető szereplő, sőt egyetem talán nem is involvált. És... Igen, bocsánat, Magyarországon három, így van. Esetleg bárkinek van-e olyan végszava, ami kimaradt abból, amit el szeretett volna mondani? Van-e esetleg mondjuk egy olyan logikus következő lépés? Tehát mi az az egyetlen dolog, amit a magyar innovációs ökoszisztémáért tenni lehet, és nem hangzott még el? Van-e esetleg ilyen, hogyha nincs, az se baj, de hogyha van, akkor nem szeretném, hogy beleszoruljon bárkibe. Mindenki elmondta, Péter? Nekem csak annyi van, hogy nyilván IVS-esként ezt mondom, hogy az innováció szignifikáns része a digitalizáció, és reméljük, hogy a következő időszakban erre az ilyen típusú innovációra több pénz lesz, mint eddig. Köszönjük szépen, ez mindenképp egy jó végszó, úgyhogy köszönjük a közönségnek is, és különösen a panelbeszélgetőnek.